Tisztelt miniszter úr, igazgató úr, elnök úr, jegyző úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai székház avató ünnepségünkön. És engedjék meg, hogy személyes emlékekkel és élményekkel kezdjem mondandómat, hiszen pedagógusként már én találkoztam sok-sok évvel ezelőtt Dániel Csabával, aki a Szent Annai Sámuel mezőgazdasági szakközépiskola diákja volt, és termetőből adódóan természetesen kosárlabdázott is, még meg nagy eredménnyel és komoly ellenfél volt a csapatával egyetemben az én csapatomnak. Ráadásul a bátyát Dániel Misit, dr. Dániel Mihály állatorvos urat volt szerencsém tanítani. Nagyon szimpatikus két fiatalembert ismertem meg évekkel korábban, és már akkor érezhető volt, hogy mind a kettőjükben buzog az a igazi kun tettvágy és tenni akarás, ami általában jellemző itt erre a vidékre és az itt élő emberekre. És így nyomon követtem az életútjukat. Így külön megtiszteltetés számomra, hogy igazgató úr felkért arra, hogy itt a székházató ünnepségen egy köszöntőt mondhassak, vagy mondjak. Tisztelt hölgyeim és uraim, valóban, ahogy láthatjuk, egy gyönyörű épülettel gazdagodott a városunk, és ezt őszinte örömmel konstatálom, hiszen minden egyes épület, minden egyes építmény erősebb és gazdagabbá teszi településünket. Így van ezzel a székházzal is, és én úgy gondolom, hogy ismerve a Karcagics Erhárd Kft. Előmenetelét, kértem én is egy kis történetet erről, hogy képbe kerüljek. Az látszik, hogy az a cég ez folyamatosan szépen fejlődik, és én mindig keresem a fejlődésnek a mozgató rugóit, meg azt a hihetetlen sok munkát, amit az ember mögé képzel, hiszen én úgy gondolom, hogy igazgató úr és munkatársai kőkemény munkával érik el azokat a sikereket, amire az imént is már hallottunk miniszter úrtól. Öröm ez mindannyiunk számára, hiszen ez is gazdagítja a településünket. Mindenképpen jó, hogy helyieket foglalkoztat. Nagyon-nagyon örömteli dolog, amilyen szinten bekapcsolódnak a város életébe. Ezt külön hagy emeljem ki, és biztos vagyok abban, hogy jó lokálpatriótaként igazgató úr és csapata továbbiakban is így fog tenni, és egyre több olyan rendezvénybe kapcsolódik be, ami egyrészt megismerheti a céget az itt lakókkal, másrészt mindannyiunk épülését szolgálja. Köszönet ezért, hiszen ez egy önzetlen munka, tapasztalhatjuk ezt a Birkafőző Fesztiválon, a Lovasnapon, Gyermeknapon is lehetne még sorolni. További erőt és kitartást kívánok igazgató úrnak és csapatának. Nagyon szimpatikusan teszik a dolgukat, nagyon keményen megküzdve, valóban a földdel, a természeti hátterekkel, időjárással, de ezt csak így lehet csinálni. Elhivatott módon, keményen, kitartóan, ehhez kívánok nagyon sok erőt a továbbiakban. És kívánom azt, hogy legyen olyan kitartásuk és erejük és akaratuk a továbbiakban, ami tovább gazdagítja mind a céget, mint pedig a várost a cégen keresztül. Sok erőt kívánok ehhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.